új technológiai vívmányok és a jövővel kapcsolatos fontos kérdések. Már javában zajlik a negyedik ipari forradalom. Kedden tartottak tájékoztatást az Alba Innovár digitális felzárkóztatási program első projektjének eredményeiről. Ezzel foglalkozunk az esti mérlegben, tartsanak velünk! Modern oktatási módszerek, innováció egy sikeres jövőért, de mindenek előtt a máért. Az Alba Innovár új programjának középpontjában a digitális felzárkóztatás áll, célcsoportjuk pedig azok a munkavállalók, akiknek munkáját hátráltatja a digitális alapképességek hiánya. Éppen ezért a magyar kormány is elkötelezett abban, hogy minden magyar ember a digitalizáció nyertese legyen. Ennek érdekében aztán számtalan programot és fejlesztést indítottunk az elmúlt években, 100 milliárd nagyságrendben mérhető most már az az összeg, amit erre a területre fordítottunk, legyen szó akár a közigazgatásnak az elektronizálásáról, a pedagógusoknak a felkészítéséről, hogy hogyan is érdemes használni a digitális technikákat a mindennapi pedagógiai munkájukban, az informatikai eszközök biztosításán keresztül az iskolákban több tízezer laptopot, több tízezer tabletet biztosítottunk a gyerekek és a pedagógusok számára, és még hosszasan lehetne sorolni ezt a sort a vállalkozásoknak nyújtott támogatás, a vállalkozások digitális fejlesztéseinek a támogatásával és sok minden mással. Ezek mind arról szólnak, hogy Magyarországon nyertese legyen a digitalizációnak, hogy helyt tudjunk állni a nemzetközi versenyben, és ne csak helyt álljunk, hanem valóban az elsők közé tartozunk, a legjobbak közé tartozunk, és így minden magyar ember, minden magyar család és minden magyar vállalkozás a digitalizáció nyertesévé tudjon válni. A technológiai fejlődés egyik következményeként az oktatási módszereket is át kell alakítani. A fehérvári Munkácsy Mihály általános iskolában már több éve működik az a fajta oktatás, melynek keretében a diákok megismerhetik a digitalizáció, a robottechnológia, egy szóval a jövő világát. Az általános iskolában már jönnek úgy családok és jönnek gyerekek, hogy az igény megvan, és a digitalizáció a családban már eleve olyan magas szinten van, és olyan komolyan, olyan mély jelen van, amihez azt gondolom, hogy eleve pedagógiai módszertanilag is alkalmazkodni kell az iskoláknak. Másrészt pedig ugye az általános iskolából a pályaorientáció, a középiskolából a főiskola és egyetem, azt gondolom, hogy ez a konferencia is ezt szimbolizálja, ahonnan hová, honnan indulunk és milyen irányban tartunk szellemiségben zajlik. Tehát ehhez igazodott például a mi iskolánk is annak idején. Most az intézmény milyen jelleggel, vagy mondhatjuk, hogy milyen tulajdonságokkal bír, ami a digitalizációt illeti? Gyakorlatilag egyszerre folyik egy szakmai módszertani fejlesztés az intézményben. Ez azt jelenti, hogy a pedagógusok pedagógiai módszertani képzéseken, tanfolyamokon, konkrétan iskolai folyamatokba szálltak be. És ezzel párhuzamosan egy nagyon komoly eszközfejlesztés zajlik. Annak idén indult ez a saját élményinformatika programunk, az alapítvány, a szülői munkaközösség támogatásával, és ehhez tavaly évben a tankerület támogatásával egy Európai Uniós, az EFOP 3.2.3.17-es pályázattal, egy nagyon komoly uniós pályázati támogatással további továbbképzések és eszközpark fejlesztési programmal. És ezzel párhuzamosan azt is hozzá kell tenni, hogy kötelezettségeink is vannak, tehát már működik a gyakorlatban a fokozatosság elvének megfelelően, először szakmai, szakköri, a továbbiakban pedig tanóra részekben, majd egész órai blokkokban, illetve tananyag blokkokban megjelenik a diákoknál a hétköznapokban a tanórák. Is. Ez a szakmai gyakorlat, maga a gyakorlat mennyire lehet majd fontos a munkaerőpiac kapcsán a fiatalok számára? Nélkülözhetetlen, hát már annak idején is arról beszéltünk, hogy már olyan szakmákat készítünk elő, ami még jelenleg nincsen, de azok a kompetenciák, amire szükség van, azok viszont nem változtak. Az elmúlt pár ezer évben is ugyanazokról beszéltünk, tehát a környezet változik, az alapkövetelmények, a kompetenciák nem, kooperativitás, probléma megoldás, és differenciáliás felzárkóztatás, tehát ezek ugyanakkor viszont maradtak. Mennyire hatékonyan tanítják, mondhatjuk azokat a szakmai tárgyakat, amiben már hát fontos szerepet kap a digitalizáció, mennyire tudják ezt átadni hatékonyan a gyerekeknek? Hát, ha úgy tetszik, akkor egyrészt nagyon nehéz, másrészt pedig nagyon könnyű dolguk van a pedagógusoknak. Nagyon nehéz a dolguk abban a szempontból, hogy gyakorlatilag abban a szakaszban vagyunk, amikor még tulajdonképpen futunk a gyerekek után. Ugyanakkor azok a tanórák, azok a foglalkozások, amelyek már ezekkel a módszertani gyakorlatokkal működnek, ott gyakorlatilag a gyerekek szárnyalnak észrevétlenül, tehát ha úgy tetszik, az élmény alapú oktatás egyik nagyon fontos elemévé vált a digitális pedagógiai módszertan, tehát ha úgy tetszik, a rengeteg plusz munkával, a nagyon komoly háttérmunkával előkészített digitális pedagógiai módszertanra épített tanórák utána már
úgy tetszik, eltartják magukat. Tehát ott a gyerekek hihetetlen módon, felszabadultan, és ha úgy tetszik, észrevétlenül osztanak, szoroznak, számolnak és oldanak meg olyan problémákat, amik hagyományos módszerekkel, azt hiszem, valljuk be, nehezebb volt. A digitalizáció utat tört magának, így aztán elengedhetetlen, hogy ennek az idősebb generáció is aktív részese lehessen. Az Alba Innovár éppen ezért hozta létre a digitális felzárkóztatási programot. Én azt gondolom, hogyha bármelyik székesfehérvári, hogyha kilátogat azon gyárakba, ahol a többségünk dolgozik, vagy többség dolgozik, akkor már mindjárt találkozhat ezzel a fogalommal, mert mit fog látni, azt látja, hogy robotok is dolgoznak, emberek is dolgoznak, robotok is együtt közösen dolgoznak. Vannak olyan területek, amin már a robotok helyettesítik az ember, viszont vannak olyan területek, ahol meg az emberek irányítják a robotot. Hát nagyon egyszerűen szólva valahol az ipar 4.0 az, hogy vannak olyan munkák, amik már a robotok fognak elvégezni, és ez bizonyos szempontból egyre nő, egyre több ilyen feladatlan lesz, illetve vannak olyan területek, amiket még nem lehet, és remélhetőleg nem is lesz kihelyettesítve az ember, és viszont ez egy sokkal képzettebb, kreatívabb, csapatjátékosabb, kompetenciával rendelkező emberre van szükségünk. Mire hívja fel éppen ezért és ezzel kapcsolatban az Alba Innovár digitális felzárkóztatási program első projektje a mi figyelmünket? Pontosan erre, pontosan arra hívjuk fel a figyelmet, hogy az embereknek tanulni, meg kell tanulnia, tehát el szoktam mondani, hogy egy egész életben 50 évig, amíg dolgozunk, ez alatt most nem 5 munkahelyet fogunk megismerni, hanem 5 külön foglalkozást. Ezzel kell sajátítani azt a képességet, hogy tanulni kell. Ez nagyon fontos, mert jegyezzük meg, hogy ami algoritmizálható, az algoritmizálva is lesz, tehát ami robotizálható, az robotizálva lesz, tehát meg kell tanulnunk olyan kompetenciákat, ami az egész életünket végig fogja kísérni, és akkor nem kell aggódnunk a jövőtől. Milyen eredményekről számolhatunk be itt ugye a felzárkóztatási program kapcsán? Őszintén csak álmodtuk, illetve azokat a terveket, amiket végig is megvalósítottunk, azokat teljes mértékben sikerült elérni. Kb. 5000 ember találkozott valahol az Alba Innovár felnőtt felzárkóztatási programjával. Voltunk családi napokon 4 vállalatnál is, ott több mint 3500 emberrel találkoztunk. Ezen kívül több száz embert ki tudtunk ismeretterjesztéssel kapcsolatban oktattunk ki, másik több száz embert pedig 2 napos felzárkóztatási programon vettek részt, és úgy ismerték meg a digitalizáció, bár most azt mondanám, nem csak az alapfogalmait, hanem bizonyos szempontból olyan emberek, akik soha nem tudtak még PC-t használni, soha ki nem nyitottak PC-t, fetizsizálták a PC-t, tulajdonképpen megbarátkoztak vele, és a foglalkozás végén a főnökeiknek egy beszámolót írtak PC-n, hogy milyen képességekre tettek szert. Úgyhogy szinte 2 nap alatt is lehet kis csodákat okozni. Nem csak cégeknek vagy gyerekeknek adja át az Alba Innovár a tudást, hanem például a pedagógusoknak is. Hogyan tudják majd ezt az oktatásban kamatoztatni, ezt a bizonyos tudást? A 20. század végéig a legfontosabb az volt, hogy minél többet tanuljunk, hiszen az ember olyan, mintha egymaga kellett volna megküzdeni a világ dolgaival, és ezt mondjuk hívjuk az életnek, és akkor kivonult az életbe, és minél több tudással felvértezte magát, annál sikeresebben, vagy annál nagyobb volt az esélye, hogy sikeresen megvívja a harcot. Ma ezt a fajta tudást már nem egyszerű memorizálás révén lehet elérni, hanem olyan kompetenciákat kell kifejleszteni, amivel későbbiekben, mint ahogy mondtam, tehát a későbbiekben segítséget adhat nekünk a különböző területeknek az elsajátításához. Mire gondolok pontosan? Arra, hogy szükség lesz arra, hogy kreatívak legyünk, szükség lesz arra, hogy önmagunkba egyedül el tudjunk végezni feladatokat, de arra is szükségünk van, hogy csapatba dolgozzunk. És most gondoljunk bele abba, hogy amikor egy tanterembe bemegyünk ebbe a pillanatba, akkor 30 gyerek hallgat egy tanárt, és utána vissza kell mondani valamilyen
visszakérése jellegi ezeket a feladatokat. Az élet teljesen másról szól. Az élet arról szól, hogy nem 30 ember figyel egyet, hanem gyakorlatilag kisebb csoportok vannak, és ezeknek a kisebb csoportoknak bizonyos projekteket, programokat meg kell oldani. És ezért az iskolákba, a köznevelésbe is, és bárhol máshol, a szakképzésbe, természetesen a felnőtt képzésbe, csak ilyen típusú formában tudnék elképzelni a jövőbe, sőt már a jelenbe is oktatásokat. Na ezt csinálja az Alba Junovár. Mondhatjuk azt akkor tulajdonképpen, hogy a digitalizáció és maga ez a felzárkóztatás elengedhetetlen a jövő munkaerőpiacán, vagy már a jelen munkaerőpiacán? Abszolút, én azt gondolom, hogy aki lemarad, az kimarad. Tehát, és ez egy kicsit olyan közhelyszerűnek tűnik, de higgyék el, hogyha nem azt akarjuk, hogy a digitális eszközök játszanak velünk a jövőben, hanem mi akarunk ténylegesen játszani velünk, akkor ehhez tanulni kell, és ezért felhívom a szülők, a pedagógusok, politikusok és a diákok mindenkinek a figyelmét egy szóval arra, hogy ő is ösztönözze azt, hogy más típusú oktatási rendszereket, mint például amit az Alba Innovárba is megvalósítunk, olyat kell megvalósítani az iskolákba minél előbb. A digitális kompetencia gyakorlatilag olyan kompetenciává vált, mint az írás, az olvasás vagy a számolás. Nem csak az ipari folyamatoknak a gyártási része van automatizálva, hanem össze van kapcsolva a megrendeléssel, a feldolgozással, a kiszállítással. A gépek gyakorlatilag láncolatban képesek egymással együttműködve dolgozni, és az emberek feladata a kiszolgálása és az irányítása ennek a folyamatnak. Tehát itt már gyakorlatilag nem az embereknek kell a fizikai munkát elvégezni. A kalapácsot azt most már egy robot fogja a legtöbb helyen, meg a csavarhúzót is. Azt, hogy hova kell csavarni és milyen ütemben, azt kell az embereknek irányítani, de ez azt jelenti, hogy képesnek kell lenniük kommunikálni ezekkel a berendezésekkel, ezekkel a gépekkel. Ez a kommunikáció, ennek is van egy nyelve, ez pedig a kódolás vagy az algoritmizálás, és ezt mindenkinek meg kell tudnia tanulni. Ez nem azt jelenti, hogy mindenkiből programozót kell faragni, hanem csak annyit jelent, hogy értenünk kell, hogy hogyan működik egy program, hogy mi történik akkor, hogyha egy szabályt követ egy rendszer. Ez az algoritmizálásnak az alapkészség, amelyet más országok már elkezdtek bevezetni az alaptantervbe, sőt külön tantárgy is van sok helyen ennek. Reméljük, hogy ez Magyarországon is belép a köznevelés alap funkciói közé. Ma már kevés olyan munkakör van, amelyben ne lenne szükség digitális információk kezelésére. Pontosan tudjuk azt, hogy az a digitális forradalom, ami zajlik, és itt a szemünk előtt zajlik, ez nem teszi lehetővé azt, hogy mi gondolkodjunk erről a kérdéskörről, hogy majd egyszer ez bekövetkezik, és majd a mi gyerekeinknek, unokáinknak ez egy fontos kérdés lesz. Persze nekik segítsünk, de hát azért ez a jövő problémája. Nem, ez nem a jövő problémája, hanem ez a jelen kihívását jelenti egy olyan városban különösen, amit joggal és okkal mondja, hogy egy erős gazdasági ipari centrum, és nem csak a magyar viszonylatban, hanem közép-európai szinten is az egyik legfontosabb ipari centrum. De ebből az is következik, hogy emögött van egy nagyon komoly diák és ifjúsági élet és egy oktatási centrum jelleg, és ennek a kettőnek az összekötése és kiegészítése a felnőtt képzés probléma körével az mindenképpen egy olyan kérdéskör, amivel a városnak, egy önkormányzatnak is foglalkoznia kell. És amikor megszületett az a döntés, hogy átalakul az oktatás kérdésében a fenntartói, működtetői szerep, akkor azért el kellett mondanunk, hogy ez nem jelentette azt, hogy a fehérvári oktatási intézményeket kitolták volna a város határon kívülre, és az önkormányzat, miután már nem fenntartó és működtető, úgymond nincs is dolga ebben a szegmensben. Nagyon is van dolga. És a lehetőséget megteremtette ez ahhoz, hogy megtaláljunk egy-két olyan területet, ahol viszont segítve a tankerületet, segítve a szakképzési centrumot, az egyes intézményeket, az önkormányzat plusz feladatokat, szerepeket tud fölvállalni, önként vállalt feladatként, jogi értelemben, de nagyon is kötelező jellegű feladatként, felelősségként a jövőnk vonatkozásával. Az Alba Innovár gyakorlatilag ennek a felelősségnek egy tudatos felvállalása volt. A programra több szakember, előadó, pedagógus látogatott el, hogy megismerhessék a digitalizációt, mint az oktatás és a gazdaság legújabb kihívását. Kedves nézőink, ez volt már az esti mérleg, de tartsanak velünk továbbra is, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!